Az előző szezont követően gyorsan megkezdte klubunk az új csapat kialakítását. Révész Ádámmal sikerült egy éves szerződést kötnünk. Idei szezonja remekül sikerült, és Teo Csizmi is úgy döntött, hogy mindenképpen szükség lesz rá, aki egy harcos, szerethető csapatot szeretne kialakítani. Mivel a magyar játékos piac nem igazán dúskál magas játékosokban, így mindenképpen egy minőségi játékos sikerült leigazolnunk. Új játékosunkról a vezetőedzőnket is megkérdeztük. About him, I like his energy, and I think he will be a big help for us. Tetszik benne az, milyen energiával játszik, és azt gondolom, hogy nagy segítség lesz számunkra, hiszen Ádám egy következő lépést szeretne megtenni, és fejleszteni szeretné önmagát. Ez az, amit én látni szeretnék a játékosoktól, ami biztos, hogy sokat fogunk dolgozni vele, így remek kiegészítő ember lehet a csapatban. We will work for sure a lot and to improve his basketball, and from that point of view is a great addition. Másokat is képes motiválni, hiszen nagyszerű energiával játszik. Ő egy küzdős és harcos játékos, aki edzésen is kemény munkára tudja ösztönözni csapattársait, ami kifejezetten fontos szempont számunkra. Egy teljesen más típusú csapatunk lesz, csapatnak fiatalabbnak kell lennie, mint volt a legutóbbi szezonban, és ebben a szempontból fontos szerepet szánok neki. Képes arra, hogy egy újabb lépést tegyen a karrierében, hiszen egy nagyon tehetséges játékosról van szó. Nagyon örülök, hogy érkezett hozzánk, ő az első új igazolás a csapatunknak. He was first signed for us. Révész Ádám így nyilatkozott kameráknak. Igazából nekem már, amikor a Cornél megkeresett, akkor is nagyon tetszett, amit felvázolt nekem Zalaegerszegről. Aztán pedig Teo Csizmicsre is telefonon tudtunk egyeztetni a dolgokról, és az volt, ami igazán engem megnyűzött. Én úgy gondolom, hogy amiket ő mondott nekem, az én karrieremet előrébb fogja vinni. Úgyhogy nagyon várom már a közös munkát vele, és természetesen a csapattal is. Régóta várok már arra, hogy minél nagyobb szerepe legyen a csapatnál. Azt gondolom, hogy a tavaly azonban ezt sikerült beközelítenem, leginkább a sérüléseknek köszönhetően, de sikerült. Úgyhogy bízom benne, hogy ez most így teljes kerettel is az Zalaegerszegen sikerülni fogom megugranom ezt a szintet. Én hiszem magamban, én bízom benne, hogy amit a Teo előttem felrajzolt, hogy mi lesznek a dolgom, azt én át tudom végezni, majd azt a munkát a pályán és az edzéseken is.